Idén is lesz Alzheimer-sét a Kecskeméten. Szakmai napot szerveztek ma elsősorban a védőnök számára. Postapont fog nyílni a Gázló utcában. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Idén is lesz Alzheimer-sét a Kecskeméten. A szeptember 21-i programmal a demenciával élők drasztikusan növekvő számára hívják fel a figyelmet. Kecskemét demensbarát város azonban nem csak a világnapon és az Alzheimer hónapban nyújt önként vállalt segítséget. Az erőfeszítésekről és elért eredményekről ma délután tartott közös sajtótájékoztatót Szemereiné Pataki Klaudia polgármester és dr. Pataki Marian az SZII igazgatója. A 2018 óta működő Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda kezdetektől fogva fontos küldetésének tartja a demenciával és az Alzheimer-korral kapcsolatos társadalmi érzékenyítést. A figyelemfelhívó tevékenység egyik leglátványosabb programeleme az Alzheimer-séta, amit idén szeptember 21-én is megszervez az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működő Egészségfejlesztési Iroda. A rendezvényről és a demencia elleni küzdelemről ma délután tartottak sajtótájékoztatót az SZI épületében. Az Egészségfejlesztési Iroda gondozásában működik az Alzheimer Café, ami ugyancsak egy rendszeres rendezvényünk, előadások a demenciával élők, Alzheimer-korral élők és családtagjaik számára, és ők rendezik meg azt a sétát, ami szintén jövő héten 21-én kerül most már 6. alkalommal megrendezésre. Kecskemét városa azonban nem csak az Alzheimer világnap és hónap alatt kezeli kiemelten a demenciában szenvedők helyzetét, egész évben elérhetőek a családtagok és a betegek számára a klubok, önsegítőkörök, előadások és memóriajavító foglalkozások. Magyarországon Kecskemét városa dolgozott ki elsőként országosan is egyedülálló települési szintű demencia programot. Egyre szebb kort élnek meg az időseink, ez azért köszönhető az egészségügyi ellátórendszernek is, és annak a szociális hálónak, ami körbeveszi a családokat és az időseinket. Ezért ezzel a problémával is külön tudunk foglalkozni, és külön segítséget tudunk nyújtani mind az időseknek, mind a betegségben szenvedőknek, mind a családtagoknak, a fiataloknak is egyaránt, akik gondoskodnak a szüleikről, nagyszüleikről, és felelősen segíteni szeretnék őket a mindennapi küzdelmükben. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy idén a séta előkészületei a szokottnál is szélesebb körű együttműködésben zajlottak. A szélforgók elkészítésében aktívan részt vettek az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága idősgondozó szolgálata által ellátott idősek, valamint a Margaréta otthon lakói is. Szakmai napot szervezett ma elsősorban védőnők számára a Neomedikál Egészségközpont a Kecskeméti SC Szent Györgyi Albert Technikumban. A konferencián a leggyakrabban előforduló gyermekbetegségekről szóló előadásokat hallhattak a résztvevő védőnők és egészségügyi szakemberek. Elsősorban a védőnők munkáját segíti a Neomedical Ambulance Kft. Védőnői szakmai napja. Az egész napos rendezvényt ma rendezték meg a Kecskeméti SZT Szent Györgyi Albert Technikumban, hiszen az egészségközpont az intézmény egyik kimagasló duális partnere. A szakmai nap kezdetén dr. Pap Zoltán intézményvezető köszöntötte a résztvevőket, majd a Neomedical egészségközpont orvosai szakemberei tartották meg előadásaikat. Mint a város egyik új egészségügyi központja, a különböző társszakmákkal fölvenni a kapcsolatot, és elsőként a védőnőket céloztuk meg, mivel a egészségközpontunkban is a gyermekszakrendeléseket előtérben helyezzük, ezért gondoltuk, hogy a szakorvosaink segítségével egy előadást, egy szakmai napot tartunk. Az előadók közt gyermekneurológus, gyógytornász, bőrgyógyász, ortopéd szakorvos és labordiagnosztikai szaktanácsadó és mentőtiszt is szerepelt. A szakemberek széleskörű szakmai előadásai a csecsemőkorban leginkább előforduló betegségekről, mozgásfejlődésükről, adatkorszak sajátosságairól, a jellegzetes bőrbetegségekről szóltak, érintették a stresszmentes gyermekvérvételt is, illetve a csecsemők újraélesztéséről is hasznos tanácsokat hallhattak a résztvevők. A mi szakmánk tényleg egy olyan szakma, amiben kénytelen az ember lépést tartani, és az, amit megtanultunk én már jó régen, de x évvel ezelőtt, azok már nem feltétlenül
állják meg a helyüket, úgyhogy igenis kell a tudásunkat gyarapítani. A nagy érdeklődés mellett megtartott szakmai programon a résztvevők új szakmai ismeretekre és a gyakorlatban is alkalmazható tudásra tettek szert, amelyet a napi munkájuk során alkalmazhatnak majd. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Christian Wolf, a kecskeméti Mercedes gyár igazgatója tartotta ma délután az idei Mercedes kurzus nyitó előadását a Neumann János Egyetemen. Az immár negyedik alkalommal meghirdetett, szabadon választható kurzus ezúttal is sok diákot vonzott. Szép számban jelentek meg a hallgatók szerte délután a Neumann János Egyetem kampusz nagy előadójában Christian Wolf előadásán. A kecskeméti Mercedes gyár igazgatója az immár negyedik alkalommal meghirdette szabadon választható kurzus. A Mercedes-Benz Made in Kecskemét idén nyitó előadását tartotta meg a diákoknak. Christian Wolf a gyár általános bemutatásán túl elsősorban a vállalati stratégia és a cégvezetési elvek területét érintette előadásában, mellyel a tanulók kedvét is próbálta meghozni a jelentős bővülés előtt álló üzemnél való elhelyezkedéshez. Az előadás részeként a diákok kvízjátékban mérhették össze tudásokat a Mercedesről. A Mercedes-Benz Made in Kecskemét című nagy sikerű kurzust a Mercedes gyár és a Neumann János Egyetem GANFKarának innovatív járművek és anyagok tanszéke hirdette meg közösen. A szerdánként 16 órakor kezdődő előadásokon a hallgatók a kecskeméti gyárvezető szakembereitől ismerhetik meg az autógyár felépítését, működését, valamint az autógyártás területén alkalmazott legújabb technológiákat. A tantárgy minden hallgató számára felvehető, nincs előtanulmányi feltételhez kötve. A Vacsi köz nem marad posta nélkül, sőt, modernebb szolgáltatásokat kap, ezért a Gázló utcában postapont fog nyílni. Ezt Szemerei Népataki Klaudia írta ki közösségi oldalán. Kecskemét polgármestere azt is hírül adta, hogy ezt a megállapodást ma kőbe vésték Fülöp Gyulával, a Magyar Posta infrastruktúra igazgatójával Kecskeméten. A posta még mindig létfontosságú szolgáltatás vidéken, folytatja posztját a városvezető. Ezért nem felszámolni, hanem megújítani kell a szolgáltatásait. Ezt az igényünket közvetítettem Fülöp Gyula infrastruktúra igazgató úr felé, aki partnernek mutatkozott a postapontok megnyitását illetően. A világ átalakult, így a postának is át kell. Erre pedig a legmegfelelőbb eszköznek a postapont mutatkozik, ahol minden fontos ügyünket, számlák befizetését, a levelek feladását, újságok beszerzését egy helyen, egyszerre tudjuk intézni. Kecskemét, ahogy sok mindenben, úgy a posták kérdésében is megnyugtató, előremutató megoldásokat talált, zárta sorait Szemereiné Pataki Klaudia. Áll közvélemény kutatók járják Kecskemétet, tájékoztatta szerkesztőségünket a Városháza. Azt állítják, hogy közvéleménykutatás zajlik a város megrendelésére, ami sajnos nem igaz. Kecskemét önkormányzatához jelzés érkezett, miszerint a város különböző pontjain közvéleménykutatás zajlik, amely során a kérdező biztosok megbízóként az önkormányzatot nevezik meg, igazolni magukat nem tudják. Ezúton tájékoztatjuk a kecskemétieket, hogy az önkormányzat semmilyen közvéleménykutatást nem rendelt, ilyenről nincs tudomásunk, írta nekünk közleményében a Városháza. Ez alapján a város több pontján megjelent adatgyűjtők, álközvéleménykutatók. Az önkormányzat ezért felhívja a figyelmet, hogy senki ne dőljön be a csalóknak. Idén is megrendezik a Műkertvárosi Kakasfőző Napot. Idén 11. alkalommal szervezik meg az eseményt, melyen 20 bogrács alá gyújtanak be a résztvevők, akik a gasztronómia legszélesebb palettáját teszik az asztalokra. Szombaton ismét finom illatokkal telik meg Műkertváros. A kecskeméti vadaspark előtti téren 20 bogrács alá gyújtanak majd be, és mintegy 350 ember készíti majd a legfinomabb, kakasból készült ételeket. Tegnapi kiemelőnkben Baracsi Klára, a Műkertvárosért Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy milyen egyéb kihívásokkal készülnek a csapatoknak. Szoktunk sütemény-sütő versenyt is hirdetni, pálinka és borversenyt, valamint a csapatokat nem szoktuk
hogy pihenjenek, ne csak főzzenek, hanem egy kicsi feladatot is szoktunk nekik adni. Karaoke-t fognak majd a színpadon előadni magyar előadókkal, vagy magyar előadó zenékkel, valamint csapatindulót kell nekik írniuk, amiben minden évben meghatározzuk, hogy minek kell benne lennie. Most ebben az évben a Kecskemét, Műkertváros és Kakas. De gumicsizmadobó verseny is lesz, valamint a gyermekeknek is számos programmal készültek. Nagyon örülünk, hogy a Műkertvárosiak ennyire aktívak ebben is részt vesznek. Tehát tényleg szerintem a Műkertvárosnak 60%-a ilyenkor eljön erre a rendezvényünkre, és vannak olyan családok, akik mondjuk nem főznek, de mégis kijönnek, és akkor ott töltik velünk ezt a szép napot. Milyen szeretjük ezt a nyüzsgést. Tehát ezt szeretnénk így, ha megmaradna. És az a legjobb, hogy ugye így egy kicsit úgy elfelejtik az emberek ezeket a szürke hétköznapokat. Lévai János önkormányzati képviselő pedig azt hangsúlyozta, hogy ilyen eseményeknél a legfontosabb az egymásra való odafigyelés, a közös beszélgetések. Már megszokott családok jönnek össze, tehát baráti társaság, és én azt gondolom, hogy ennek az a lényege, hogy a kis közösségek erősödjenek, szerveződjenek, és az a kulturális program, amit ez a Műkertvárosi program is nyújt a oda látogatóknak, az nagyon, gondolom, hogy nagyon fontos mindenkinek, hogy ingyenes. Idén véradás is lesz, valamint fellép a Bishan Blues Rock zenekar, Keskeny Márk, majd utcabállal zárnak. Közel 300-an regisztráltak már a 17. alkalommal megrendezendő híres félmaratonra, mely idén először maratoni távval bővül. A különleges sporteseményre szeptember 24-én kerül sor. A verseny most is Kecskemét ikonikus helyszínén, a Benkó Zoltán szabadidőközpont területén zajlik majd. Szeptember 24-én vasárnap rendezik meg az immár hagyománnyá vált híres félmaratont, mely ebben az évben maratoni távval bővül. A futás szerelmesei így már nem csak 7, 14 és 21 kilométeren próbálhatják ki erejüket és kitartásukat, hanem a 42 kilométeres távon is. Mivel egy kör 7 kilométer, a maratonisták 6-szor futják körbe a tórendszert a Vízmédom környékén. Unatkozni biztosan nem fog senki, mert a Benkó Zoltán szabadidőközpont minden szeglete nyújt valami meglepetést. A helyszín további előnye a járművektől elzárt terület, ahol nincs benzingőz. A futás pedig aszfalt helyett természetes talajon, csodás zöld környezetben zajlik. Varga Tibor az esemény szervezője elmondta, a domb melletti építkezés kismértékben megváltoztatja az útvonalat, így nem lehet megszokásból futni. Viszont minden kanyart, irányváltoztatást jeleznek kordonnal, szalaggal vagy segítőkkel. Az előregisztrációra szeptember 15-ig van lehetőség, eddig már közel 300 futó nevezett. Ha valaki később dönt az indulás mellett, nem marad le, mert a helyszínen is lesz lehetőség nevezésre. Ami pedig egyedülálló dolog, a verseny előtti napon 17 órakor pályabefutást szerveznek, ahol mindenki megismerkedhet a pálya útvonalával és felkészülhet a szeptember 24-én rajtoló futóversenyre. Pénteken 20 órakor a Soroksár otthonában lép pályára a Kecskeméti TE a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Soroksár KTE meccseket túl sok alkalommal még nem rendeztek, akkor is mindannyiszor a másodosztályban. A 2005-2006-os szezonban a fővárosban 2-1-es hazai siker született, még a Széktori stadionban 2-2-es döntetlen lett a találkozó vége. A Soroksár feljutása óta stabil tagja a másodosztálynak. Az első 10-ből egyetlen alkalommal sem csúszott ki a klub. Legjobb eredményük a 2017-es negyedik hely, még az előző szezont az 5. pozícióban fejezték be. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Idén is lesz Alzheimer séta Kecskeméten. A programmal a demenciával élők drasztikus növekvő számára hívják fel a figyelmet szeptember 21-én. Kecskemét demens barátváros azonban nem csak a világnapon és az Alzheimer hónapban nyújt önként vállalt segítséget. Szakmai napot szerveztek ma elsősorban a védőnök számára. A konferencián a leggyakrabban előforduló gyermekbetegségekről szóló előadásokat hallhattak a résztvevő védőnők és egészségügyi szakemberek.
Vacsi köz nem maradt posta nélkül. A Gázló utcában postapont fog nyílni. Szemerényné Pataki Klaudia adta hírül, hogy ezt a megállapodást ma kőbe vésték Fülöp Gyulával, a Magyar Posta Infrastruktúra igazgatójával Kecskeméten. Közel 300-an regisztráltak már a 17. alkalommal megrendezendő híres félmaratonra, mely idén először maratoni távval bővül. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan kezdődik a kiemelő. Mai magazinunkban beszélgetést láthatnak Nagyhegyesi Kis Mariannal, a Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok Osztályának vezetőjével, a szeptember 16-án Kecskemét főterén megrendezésre kerülő családi napról. Ezt követően beszámolunk a védőnők szakmai napjáról. Végezetül pedig megtudhatják, milyen idén a méz és méhelyzet. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát este 7 órakor várom önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön hideg front vonul északnyugatról délkelet felé, és sok lesz felettünk a felhő, és összességében több helyen várható zápor, zivatar, illetve eső is. A szél megélénkül helyenként megerősödik, hajnalban 18 fokot, napközben 26 fokot mérhetünk. Pénteken közepesen vagy erősen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. A szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. Szombaton nagyobb részt gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet 13 és 17 fok, a maximum hőmérséklet 19 és 25 fok között várható majd. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a kiemelő. Szeptember 16-án szombaton Kecskemét főterén családi nap lesz. Mai magazinunkban ezzel kapcsolatban beszélgetést láthatnak Nagyhegyesi Kis Mariannal, a Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok Osztályának vezetőjével, aki elmondja, hogy milyen programok lesznek aznap. Ezt követően beszámolunk a védőnők szakmai napjáról. Végezetül pedig megtudhatják, milyen idén a méz és méhelyzet. Már is kezdünk. Családi napot tartanak Kecskemét főterén szeptember 16-án. A budapesti demográfiai csúcs ugyanis 5. alkalommal helyezi a középpontba a családok ügyét, amelynek kísérője a kecskeméti családi nap lesz. 10 órától egészen estig színes programokat kínálnak minden korosztály számára. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk Nagyhegyesi Kis Mariannal, a Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok Osztályának vezetőjével. Ha azt a kifejezést halljuk, hogy demográfiai csúcs, akkor idén nem csak egy fogalomra kell gondoljunk. Magyarország ad otthont a demográfiai csúcsnak, egészen pontosan holnap kezdődik egy háromnapos világszintű rendezvény,
amelynek a célja, hogy a demográfia legfontosabb kérdéseiről beszélgessenek. Az esemény azonban nem csak Budapestre koncentrál, hanem vidéki településekre is. Mai vendégünk Nagyhegyesi Kis Marian osztályvezető, a Közösségi Kapcsolatok Osztályának osztályvezetője, akit köszöntök a stúdióba, és akit rögtön azt kérdezem, hogy Kecskemét hogyan csatlakozik a demográfiai csúcshoz. Mire számítsunk mondjuk itt a megyeszékhelyen? Több vidéki nagyvárossal együtt Kecskemét is lehetőséget kapott, hogy ne csak Budapesten zajlódjon ez az esemény, hanem kinyitva a vidéki városok felé, mi is hirdethessük a család, a gyermekvállalás fontosságát, és szeptember 16-án egy családi nap keretében gyakorlatilag egész nap erről fogunk. Szóval erről fog szólni. Így azért annyit a magának az osztálynak az előéletéről, sőt az önelőéletéről is elmondhatok, hogy azért jó néhány kecskeméti rendezvény szervezésében, bonyolításában, így például a High Kecskemét szervezésében is részt vett. Szóval gondolom, hogy egy vidám, élénk rendezvényre számíthatunk, egy olyan dologra, amire érdemes lesz kilátogatni. Jól fogalmazok? Igen, abszolút. Egyrészt nagyon fontos volt a programok összeállításánál, hogy egy színes palettán mozogjunk, tehát szeretnénk a család minden tagját vendégül látni, az egészen piciktől, akár a nagypapákon, nagymamákon keresztül. Napközben kézműves foglalkozások, babamondókázók és egyéb gyermekprogramok várják a családokat, koncertekkel, különféle interaktív előadásokkal, és hát ez a nap végén, zárásként, koronázásként pedig két koncerttel találkozhatunk a főtéren. Nem könnyű egyébként minden korosztályt eltalálni, és főleg megoldani, hogy párhuzamosan egyszerre jól érezzék magukat egy helyszínen, de akkor tényleg egy kicsit menjünk a konkrét programokba bele, még engem nagyon érdekel, hogy például milyen programot tud választani magának egy nagypapa. Talán mindig ez a nagyobb kérdés. A gyerekek általában azért úgy elég könnyen el vannak egy-egy kisebb játékkal. Igen. Nagypapáknak ajánlom egyrészt a napközbeni gyerekprogramokat az unokákkal, másrészt pedig nyilván este a koncertek. Bombon és Szikora Róbert és az Ergó fogja zárni a napunkat, úgyhogy erre mindenképpen invitálom a nagyszülőket is, de természetesen a napközbeni programokra is. Hát ezek az előadók azért még a fiatalabbak körében is trendik, én azt gondolom. Mi lehet a célja egy ilyen családi napnak? Itt érne el szívesen vele Kecskemét, vagy van-e bármilyen olyan kitűzés, amire azt mondták, hogy na ez jó lenne, hogyha a nap után megvalósulna? Tulajdonképpen a családi nap célkitűzése ugyanaz, mint a demográfiai csúcsé is, hogy hirdessük a család és a gyermekvállalás fontosságát, azt, hogy családban élni jó, és bizony együtt nagyon jó programokon lehet részt venni, és hát Kecskemét ebben azért azt gondolom, hogy mindenképpen éllovasnak számít. Te tudhatni az, hogy sok kisgyereket, sok anyukát, apukát lát valaki, aki mondjuk még csak éppen gondolkodik azon, hogy legyen egy gyerkőc, vagy merjen-e vállalni, vagy éppen merjen-e tényleg egy nagyobb családot alkotni párokkal? A visszajelzések alapján azt gondolom, hogy igen. Tehát az, hogy azt látjuk, hogy egy olyan város vagyunk, ahol családban élni jó, az mindenképpen fontos visszajelzés, akár a mai fiataloknak is, hogy bizony itt érdemes letelepedni és családot vállalni. Hát fontosak persze azért emellé a mankók is, amiket kap egy ember, kap egy család, és bárcsak szimbolikusan, de azért egyfajta kis ajándékozás mankó a Mózes kosár akció, és ez, ha jól tudom, idén a családi napon lesz szintén megtartva. Így van, a Mózes kosár körbejár programelemet a Nők a Nemzet Jövőért szervezi meg, de egy picit visszakanyarodnék, hiszen nem ezzel kezdődik egyébként a Nők a Nemzet Jövőért Egyesületnek a programja délután, hanem a nagy sikerű és nagy hírű babakocsis és kismotoros felvonulással, ami az idei évben a családi naphoz kapcsolódik. Idén ismét a Nagy Színház elől indulunk, és gyakorlatilag a kiskörúton végig megyünk, feldíszített babakocsikkal és kismotorokkal, ami az idei év mindenképpen újítása, és egy nagyon nagyon, nagyon klassz újítás, hogy közösen is tudunk babakocsikat és kismotorokat díszíteni. Tehát eddig mindig úgy vártuk a résztvevőket, hogy otthon feldíszítették a babakocsikat, most viszont úgy készülünk, hogy a főtéren is felállítunk egy standot, ahol eszközöket, kellékeket biztosítunk a babakocsik és a kismotorok díszítéséhez. Tehát ez is akár egy nagyon kedves, közös családi program lehet, akár a nagyszülőkkel is, ahogy korábban említette. Betegyük hozzá, bocsánat, hogy közben állok, hogy ezért egész
egészen komoly babakocsi költemények, vagy szinte már nem is babakocsik, hanem más járgányok indultak el, Batmobiltól kezdve a tűzoltó babakocsin keresztül, nem tudom, sorolhatnám még. Szóval ez azért alapvetően egyfajta jelmezverseny is egy picit a családoknak, nem? Igen, nagyon sokan készülnek, mi pedig nagyon nagy örömmel fogadjuk őket, hiszen ez a lényeg ennek a felvonulásnak, hogy legyünk minél többen, érezzük minél jobban magunkat. Nyilván szeretnénk motiválni is egyébként a résztvevőket, tehát ismét lesz verseny, úgy a babakocsisok, mint pedig a kismotorosok körében, hogy értékes nyereményeket fogunk a helyszínen kisorsolni, vagyis hát a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület fogja ezt megtenni. Úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy minél többen vegyenek részt ezen a programelemen. Langaléta garabonciások fogják például felvezetni a felvonulást, és két helyen megállunk, a Cifrapalota után, illetve a könyvtár magasságában nagyjából, ahol a Ciroka Báb Színház készül különféle kisebb műsorokkal. Úgyhogy egy nagyon érdekes programelemnek nézünk elébe. És hát a Mózes kosár körbejár pedig, ahogy beérkezett a babakocsis felvonulás, úgy felmegyünk a színpadra, és hát az idei évben a 10. Születésnapját ünneplő programelem a Mózes kosár körbejár idén ismét útjára indul. 10 olyan kisgyermek kapja meg a Mózes kosarát, aki nemrégiben született, és az idei évben egyébként egy játékot is hirdetnek, hogy az elmúlt 10 évben született gyermekeket várják vissza, akik akár részt vettek, akár nem a Mózes kosár körbejár kezdeményezésben. Van egy regisztrációs linkünk, ahol lehet regisztrálni, és a regisztrálók között értékes ajándékcsomagokat fognak kisorsolni, úgyhogy erre is buzdítanék mindenkit, hogy minél többen regisztráljanak. Sőt, ha még itt elmondhatom, akkor a babakocsis felvonulás résztvevői is regisztrációt tehetnek, akik pedig szintén ilyen 100%-os gyümölcsitalokat kapnak a helyszínen. Tehát, ha jól értelmezem, ha kimegyek a gyermekemmel, aki 10 év alatti, akkor már kaphatok ajándékot. Ha részt veszek a babakocsis felvonuláson, akkor szinte biztosan kapok ajándékot. Ha kint vagyunk, akkor biztosan jól érezzük magunkat, ez is egy ajándék, és ráadásul még ha idén született a baba, akkor még egy mózes kosár is oda vándorolhat. Ez azért nem hangzik rosszul, és egy nagyon élénk sornak tűnik. Mi lesz, ha nagy lesz a tömeg? Hát erre számítunk, és bízunk benne, hogy minél többen leszünk, akkor jó sokan veszünk részt a rendezvényen, és hát ez a cél. Tehát a rendezvényszervezőknek mindig az a célja nyilván, hogy minél többen vegyünk részt a programokon, és minél többen élvezzük azokat. Említettük azt, hogy lehet regisztrálni linkeken keresztül, ezeket a linkeket hol érdemes keresni, vagy hol találják meg azok, akik érdeklődnek. Nyilván a híres.hu felületen, ahova mi ki fogjuk tenni biztosan. Igen, ezek már egyébként meg is találhatóak, a családinak van egy plakátja, illetve külön ennek a Gyermekeink a Kincseink programelemnek, ahol szintén, illetve hát egy Facebook esemény is készült egyébként a babakocsis felvonuláshoz kapcsolódóan, úgyhogy azon meg lehet találni a regisztrációs linket QR kód formájában is. Első alkalom, hogy családi napot, legalábbis ebben a formában családi napot szerveznek a főtéren, de lehet ennek folytatása, lehet ebből mondjuk akár egy hagyomány. Igen, én úgy tudom, hogy azzal a szándékkal indították útnak ezt a kezdeményezést, hogy ezt a következő években is folytatni fogják, úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy Kecskemét továbbra is tagja maradhat ennek az illusztris társaságnak, és reméljük, hogy a jövőben is folytatjuk majd. Hát mi pedig a részvételünkkel tudjuk megerősíteni azt, hogy ez legyen, vagy legalábbis egy jó ötlet, hogy van. Úgyhogy mindenkit arra búzítunk, én pedig köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba, mert a munka dandárja még hátra van, ugye jön a szombat, de ehhez a lebonyolításhoz pedig önöknek nagyon sok sikert kívánok előre is. Köszönjük szépen! Szakmai napot szervezett ma elsősorban védőnők számára a Neomedical Egészségközpont a Kecskeméti SC Szent Györgyi Albert Technikumban. A konferencián a leggyakrabban előforduló gyermekbetegségekről szóló előadásokat hallhattak a résztvevő védőnők és egészségügyi szakemberek. Gyermekneurológus, gyógytornász, bőrgyógyász, ortopéd szakorvos és labordiagnosztikai szaktanácsadó és mentőtiszt is tartott előadást ma a Védőnők szakmai napján. A rendezvényt a Neomedical Egészségközpont szervezte meg a Kecskeméti SC Szent Györgyi Albert Technikumban. A résztvevők között védőnők mellett szakorvosok is szerepeltek, hogy bővítsék, mélyítsék tudásukat.
A mi szakmánk tényleg egy olyan szakma, amiben kénytelen az ember lépést tartani, és az, amit megtanultunk én már jó régen, de x évvel ezelőtt, azok már nem feltétlenül állják meg a helyüket, úgyhogy igenis kell a tudásunkat gyarapítani, és ezen az előadás, hogy a mai szakmai napon tényleg a legjobb szakemberek lesznek itt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez tényleg így a mindennapunkat fogja segíteni. Az egészségközpont szakembereinek széleskörű szakmai előadásai a csecsemőkorban leginkább előforduló betegségekről, mozgásfejlődésükről, a dackorszak sajátosságairól, a jellegzetes bőrbetegségekről szóltak, érintették a stresszmentes gyermekvérvételt is, illetve a csecsemők újraélesztéséről is hasznos tanácsokat hallhattak a résztvevők. Mint a város egyik új egészségügyi központja, a különböző társszakmákkal fölvenni a kapcsolatot, és elsőként a védőnőket céloztuk meg, mivel a egészségközpontunkban is a gyermekszakrendeléseket előtérben helyezzük, ezért gondoltuk, hogy a szakorvosaink segítségével egy előadást, egy szakmai napot tartunk. Maga a Neomedical Egészségközpont a 2022. októberében nyitott, és jelenleg 14 szakorvosunk, illetve 2 szakdolgozónk van. Ezek között vannak gyerekszakrendelések, felnőtt szakrendelések, gyermekgyógytorna, most a legújabb egy dietetikus hölgy, aki rendelkezésre áll. Az előadások témáit úgy állítottuk össze, hogy a szakorvosainkat megkértük, hogy az ő saját szakterületükön belül, amivel a leggyakrabban találkoznak gyermekbetegségek, azokból állítsanak össze egy előadást. És maga az egész szakmai programot ez alapján állítottuk össze, valamint hát, mivel szeretnénk alapvető célja a vállalkozásnak a mentőzés, hiszen nekünk mentőautóink is vannak, és elsősegélyi oktatás, ezért a legutolsó előadásként a gyermek és csecsemő elsősegélyi nyújtásra, gyermek és csecsemő újraélesztésre szeretnénk még egy kis figyelmet szentelni. A nagy érdeklődés mellett megtartott szakmai programon a résztvevők új ismeretekre és a gyakorlatban is alkalmazható tudásra tettek szert, amelyet a napi munkájuk során sikeresen alkalmazhatnak majd. Hazánkban először a sziget közben találtak ázsiai lódarazsat, méghozzá egy méhészetben. Mindenkit megnyugtatunk, ettől még lesz méz. Görög András, kumpeszéri méhész vázolta, hogy milyen hazánkban jelenleg a méh és méz helyzet. Szervusztok, köszöntöm a nézőket! Nos, szeptemberben leáll a mézgyűjtés és elkezdődik a telelésre való felkészülés. Ilyenkor a méhészek kivonják a méz nagy részét, amit viszont fontos tudni, hogyha a méhek nem gyűjtenek itt most szeptember előtt elegendő táplálékot maguknak, akkor fennáll a veszélye, hogy kipusztulnak élelemhiány miatt ezek a családok. De hát részletesebben és pontosabban szakszerűbben vendégem Görög András méhész fog erről beszélni. Én azért izgulok, hogy én mint laikus jól foglaltam-e össze, hogy hol is tartunk most ebben a folyamatban. De ön is akkor mondja el, hogy mi is történik most pontosan a méhkészítés folyamatában. Pontosan jól foglalta össze, igen. Tehát így nyár végétől már a betelelési műveletek zajlanak a méhesben, aminek a legfontosabb és elengedhetetlen része, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a méhcsaládoknak rendelkezésükre áll-e megfelelő mennyiségű téli táplálék. Ezt két pontban tudnám jól összefoglalni. Az első pont, hogy ne vegyünk ki túl sok mézet, amit gyűjtöttek, tehát nagyon nagy tapasztalat szükséges hozzá, hogy annyit tudjunk elvenni, amennyi szükséges, és a számukra elengedhetetlen téli tápanyagot bent hagyjuk. Ez méh családonként jó esetben olyan 12-15 kiló mézet jelent, és hogyha ez nem áll rendelkezésre, akkor ez a második pont, hogy akkor mi biztosítsuk ezt számukra. Viszont megjelent az ázsiai lódarás, nem tudom, hogy én jól láttam, de itt is most láthattunk egyet. Milyen problémát okoz ez a méhészetben egyáltalán, milyen veszélyt okoz ez a méhek számára? Az előbb, amit láttunk, az ez a nálunk is őshonos lódarás volt, tehát nálunk még nem jelent meg az ázsiai itt a mi környékünkön. Körülbelül 2 hete azonosították az első ázsiai lódarás példányt egy méhesben,
és hát igazából várható volt, mert már jó néhány éve Franciaországból, Németországon át egészen Ausztriáig eljutott, és várható volt, hogy hozzánk is el fog érkezni. Túl nagy aggodalomra egyelőre nincs ok, mert ez az ázsiai lódarás egy trópusi meleg éghajlaton élő lény, és így nem tudjuk, hogy a magyarországi éghajlatot hogyan fogja viselni. Hát reménykedünk, hogy a magyar teleket nem igazán fogja tolerálni. Lesz-e mézünk? Ugye ez kérdés, hogy hogyan is állunk most itt Magyarországon. Hát igen, van mézünk, szerencsére mi egy közepes, egy jó közepes termést tudhatunk magunkénak ebben a szezonban. És hát itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy így ősszel nagyon fontos az immunerősítés, hogy hát ne csak a méheket, hanem saját magunkat is készítsük fel a téli időszakra. És így az immunerősítésnél kiemelném a méhészeti termékek jelentőségét. Görög Andrásnak nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink, mint hallhatták, nem kell aggódni, lesz elegendő méz. Egészséges, finom, keressék a helyi termelőknél, és hát édesítsék meg mindennapjaikat. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Idén is lesz Alzheimer séta Kecskeméten. A programmal a demenciával élők drasztikus növekvő számára hívják fel a figyelmet szeptember 21-én. Kecskemét demens barátváros azonban nem csak a világnapon és az Alzheimer hónapban nyújt önként vállalt segítséget. Szakmai napot szerveztek ma elsősorban a védőnök számára. A konferencián a leggyakrabban előforduló gyermekbetegségekről szóló előadásokat hallhattak a résztvevő védőnők és egészségügyi szakemberek. Vacsi köz nem maradt posta nélkül. A Gázló utcában postapont fog nyílni. Szemerei Népateki Klaudia adta hírül, hogy ezt a megállapodást ma kőbe vésték Fülöp Gyulával, a Magyar Posta Infrastruktúra igazgatójával Kecskeméten. Közel 300-an regisztráltak már a 17. alkalommal megrendezendő híres félmaratonra, mely idén először maratoni távval bővül. A Mercedes-Benz gyár és a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai kar innovatív járművek és anyagok tanszék közösen folytatja a Mercedes-Benz Made in Kecskemét szabadon választható kurzusát. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben, számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!